Nos, tehát akkor dr. Bánhidi Sándorné, az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének a főtitkárának az előadását fogjuk hallani. Igen, köszönöm szépen, Szilvi. Köszönöm a meghívást is, meg a felkonferálást is. Igyekszem én is majd tartani az időt. Nem tudom, a képemet majd képedet lecserélik-e az enyémre, vagy csak a hangomat fogják hallani a kollégák. Én a te prezentációdat látom. Jó, már, én is. Vagy... Jó, most már magamat is látom. Jó. Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki hallgat, és aki kíváncsi volt erre a néhány gondolatra, amit összegyűjtöttem. Valószínű, hogy személyesen már nagyon sokakkal ismerjük egymást, úgyhogy most így az éteren keresztül is megpróbálunk kapcsolatot teremteni. Azt a címet adtuk közösen a Neumann Társaság képviselőivel az én mondandómnak, hogy digitális kultúra tantárgy, érettségi és az ECDL összefüggései. Hogyha lép tovább a prezentáció, akkor mondom, hogy milyen környezetbe kellett behelyeznünk ezt a mondani valót. Ugye az első kritérium az, hogy van egy nemzetközi környezet, mint ahogyan az eddigi előadók is mind behelyezték a saját mondandójukat. Itt készítettem egy olyan diát, ezt már több helyen felhasználtam, hogy miért fontos a téma, mert ugye onnan indulunk ki, hogy ha a digitális kompetencia az egy ilyen központi terület, akkor pontosan úgy sikerült, hogy a Lisszaboni Egyezménynek a kompetencia sorozatában középen helyezkedik el, ami olyan jóleső látvány, és ez azt is jelenti, hogy átszövi az oktatási folyamatot. És nézzük akkor meg, hogy ez az átszövi, ez mit jelent. Ugye a köznevelési rendszerben a NAT szabályozza, a Nemzeti Alaptanterv szabályozza a követelményeket, és itt rögtön el kell mondanom, most már utólag így nyilvánosan is elmondható, közben nem volt annyira nyilvánosságra hozható, hogy iszetagok hozták létre a digitális kultúrának elnevezett, úgy mondják a kollégák, hogy új tantárgyat. Annyiban új csak, hogy a neve új, meg azért a tartalmában is nagyon sok új dolog van. 5 olyan szakértő kollégánk alkotta meg 2017. júliusa óta, akik egyrészt rendelkeztek már tantervkészítési gyakorlattal, másrészt pedig nagyon elkötelezettek voltak az iránt, hogy újuljon meg ez a tantárgy, illetve kapja vissza azt a rangot, amelyen rendelkezett 2012 előtt. Ezt azért mondom el, mert valószínű, hogy mindenki tudja, vagy nagyon sokan tudják a hallgatóság részéről is, hogy 2012-ben történt egy olyan változás, amely nagyon-nagyon rossz hatással volt az informatikára. Megfeleződött az informatika tantárgy óraszáma, és lecsökkent olyan szintre, hogy csak 5. osztályban volt megkezdhető a hivatalosan kihirdetett óraszámokkal. És ez borzasztóan lerövidítette a lehetőségeket, és ez majd egy következő dián látszani is fog, hogy például az eredményekben hogyan mutatkozott meg. Még most nem kérem ezt a diát, még menjünk vissza a másikra. Az új nemzeti alaptantervben, alsó tagozatban kötelezően 3.-4. évfolyamon kezdődik a digitális kultúra tantárgy, és ez egy külön óraszámot képviselő, nevesített tananyagegység, de nem valamely tantárgyon belül, hanem önmagában. Ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény ahhoz képest, hogy a korábbi tantervekben ajánlásként szerepelt, illetve 4. évfolyamtól volt kötelező. Most lementünk 3. évfolyamra. Felsőben pedig mind az 5-6-7-8. Évfolyamon van óraszám, a gimnáziumokban a 9.-11. évfolyamon, és ez összesen az eddigi nem egészen 6 órával szemben 11 óra lett a teljes köznevelési iskola szakaszban, amely azért azt jelenti, hogy visszanyerte, sőt, több is lett
mint amilyen volt a 2013-ban érvénybe lépett nemzeti alaptanterv követelményei alapján. És ez azt jelenti, hogy ha megtöltjük tartalommal, már pedig az én megítélésem szerint a nemzeti alaptantervben a kollégáim megtöltötték tartalommal, új tartalmakat is vittek be, akkor ez azért egy, ha elégedetlenségek hangja hallatszik is, annak ellenére egy nagyon elfogadható, és ha ezt jól élünk ezzel a lehetőséggel, akkor sok minden megvalósítására alkalmas óraszám lehet. Most már inkább az a baj, hogy az a lecsökkent óraszám azt eredményezte, hogy nagyjából ezer informatika tanár hagyta el a pályát, és dolgozik akárhol máshol társasházi közös képviselőként, meg programozóként, amit végtelenül sajnálunk, és visszahozni őket már csak egy új életpálya modell kiegészítéssel lehetne, amely nem kötelezné őket arra, hogy a kihagyott évek után írjanak különböző az életpályához köthető portfóliókat, hogy kapják meg ugyanazt a bért, mint amit megkapnának, akkor megkaptak volna akkor, hogyha ezeket megcsinálták volna. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és igazán csak elméletileg lehet felvetni, gyakorlatilag szinte lehetetlen annak a megoldása, hogy visszajöjjenek. A szakképzőkben erről kevesebbet mondok, mert ebben egyrészt ez nem is az én kompetenciám, másrészt pedig ugye annyit tudunk róla, hogy a 9.-10. évfolyam az a köznevelési rendszer óra száma szerint közismereti informatikával dolgozik, és már felveszi a szakmai informatikát is. Odaírtam nagy kérdőjellel, vagy egy ilyen, hát ilyen kétséget kifejező kérdőjel, felkiáltó jellel, hogy az új neve. Ez a kezdetben, amikor kihirdették az digitális kultúra nevet, akkor nagyon sok kollégánkban, nagyon sok pedagógusban, szülőben, gyerekben kételyeket támasztott, és ők nagyon kritikusan fogadták azt, hogy miért nem informatika, és miért lett digitális kultúra. Aztán több publikáció jelent meg erről, mi magunk is, az Informatika Tanárok Egyesülete is publikálta azt, hogy miért nyugodtunk ebbe bele. Ezért volt neki olyan adminisztratív oka, hogy egyébként összevonták volna a technikával, és a technikának egy modul része lett volna, amely ilyen technológia tartalmakat is tartalmazott volna, és ezt szerettük volna kiváltani egy olyan igazi, az informatikát helyettesítő új tantárgyá, és ezért mentünk bele abba, vagy fogadtuk el azt, nyugodtunk bele abba, hogy nem informatika a neve, hanem digitális kultúra. Egyébként pedig az a magyarázat, amelyet az Informatikai Vállalkozások Szövetsége ezzel kapcsolatban közzétett, az teljesen tudtuk osztani és elfogadtatni a pedagógusokkal is, hogy az egyetemes kultúra része a digitális kultúra, és ezzel az elnevezéssel, ezzel mint egy polgárjogot nyert egy ilyen nagy interdisziplináris kifejezés rendszerben, és én most arra biztatnék mindenkit, hogy ez legyen a legkevesebb bajunk, hogy mi a neve ennek a tantárnak. Az ECDL adathalmaz szerint 2010 és 20 között vizsgálta a Neumann Társaság a számokat, és én olyan adatokat kaptam, amelyben 2010-ben 21%-a volt a 0-14 éves, hát nyilván, hogy a nagyobb évfolyamon, magasabb évfolyamon járó gyerekeknek a regisztrációs hajlandósága. 2015-ben ugyanennek a korosztálynak 33%-os, és 2020-ban 39%-os volt a vizsgára való jelentkezési hajlandósága, ami azt mutatja, hogy ezek a számok arányaiban növekedtek, ugye mihez képest ilyenkor mindig fel kell tenni a kérdést, nyilván a 100%-hoz képest, amelyben benne van az a felnőtt korosztály is, aki még mindig, igen, erről a diáról beszélek,
az első sorát, a 0-14 éves kort mondtam el, majd a 15-18 éves kornál ugyanezt a tendenciát láthatjuk, és hogyha alul a ki nem színezett három sort nézzük, akkor ott pedig a tulajdonképpeni felnőtt korosztály, tehát a nagykorúak korosztálya látható, ahol amellyel együtt ezek 100%-ot képviselnek, és azt jelenti, hogy az iskolás korosztályban igen magas volt a hajlandóság, ha értékelhetem én ezt így kívülről, akkor ugye sokkal magasabbnak lehet mondani, szinte tehát a 80%-át az általános iskolában és a középiskolában járó gyerekek képviselték a vizsgajelentkezéseknek, amely nagyon örvendetes, tehát az ifjúság az nem csak tanulni szeret, hanem szereti, hogyha papírt kap róla, mert nyilván, hogy megerősítve Szalai Imrének a munkaerőpiaci összefüggésekről mondott gondolatát, akkor nyilván, hogy ez a munkaerőpiaci elhelyezkedések szempontjából is egy könnyen felmutatható dokumentum, amely azt jelentheti, hogy a munkaerőpiacon értéke van annak, hogy rendelkezik ilyen bizonyítvánnyal a diák. Akkor mehetünk tovább, és mondanám, hogy szintén a Neumann Társaságtól kaptam azt az adatot, amelyet ezelőtti dia előtt látunk, mint amit most kaptam, hogy a vizsgaközpontok 80%-a iskolákban van. Az iskolákban, a szakképző iskolákban, köznevelési intézményekben, egyházi, alapítványi és agráriskolákat jelöltek meg, így nevesítve a Neumann Társaságtól, amikor én ezzel kapcsolatban adatokat kértem. A digitális kultúra kimeneti követelményének elismerésére mi kezdeményeztük már pár hónappal ezelőtt, még a pandémia idején, sokat egyeztettünk sok mindenről a Neumann Társasággal mindig, hogy merre induljunk el, mi lesz vajon a lehetőség, a megújulás lehetősége a pandémia után, és egyeztettünk arról, hogy robotika ECDL modult szeretnénk, hogyha elkészíteni a követelményeit és ennek a vizsgarendszerét a Neumann Társaság, ugyanis a NAD-ban a 3., 4., 5., 6., 7., 8. évfolyamon 8-12 óra, tehát évfolyamonként 8-12 óra csak a robotikáról szól, és ezt ha összességében nézzük, akkor 50-70 óra az egész köznevelési rendszerben, a digitális kultúra tantárgyon belül, ami azt jelenti, hogy ennyi óra alatt mindenképpen fog tanulni olyan mennyiségű ismeretet, és olyan gyakorlatra tesz szert az általános iskolás tanuló, amely megfelelő alapot adhat arra, hogy legyen neki egy robotika modul, ECDL bizonyítványa, én most ezt ilyen nagyon egyszerűen nevezem el, és erre nagyon fogékonyak voltak a Neumann Társaság vezetői, az ECDL vizsgaközpont is, úgyhogy mi azt gondolom, hogy közösen elkezdünk dolgozni ezen a modulon. Most mehetünk tovább arra a már sokat látott diára, hogy különböző felmérések történtek az elmúlt időszakban. Például az ISZE, tehát az Informatika Tanárok Egyesülete is végzett kétféle kutatást is. Az egyik kutatásnak mutatom itt az eredményét, hogy képezni kell a tanárokat. Ezt a megkérdezettet nagyjából 300 ember válaszolt erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre. A 71%-uk látja úgy, hogy mindenképpen képezni kell a tanárokat. Hogyha megnézik a KSH adatait, és megnézik Csapó Benőnek a nyilvánosságra került az MTA-ban előadott mondandójára, akkor ők még ennél egy kicsit magasabbra mérték azt a szükségletet, amelyben a tanárok képzésére szükség van, digitális szempontból persze. Gyorsítani kell az eszközök pótlását, ezt a tanárok 61,8%-a látta így. Növelni kell a sávszélességet, ugye ezt zárójelbe oda tettem, hogy a KISZÜ dolga, és ez folyamatban is van, és egyre szaporodik már azoknak az intézményeknek a száma, amelyekben szinte korlátlan hozzáférés van, de nagyon sok helyen nekünk ISZÉ-nek kellett azt kérni, hogy intézkedjenek a helyi távközlési szolgáltatóknál, hogy emeljék föl az 1-2-3-4 megabit per szekundumról legalább 10-re a sávszélességet, hogy a gyerekeket az iskolából lehessen az otthoni eszközeiken tanítani.
Tehát ezt az MPA mérésén is, és a Csapó Benő mérésén is látszik, de a mi mérésünkből ez egyértelműen kiderül, hogy mi nekünk nagyon sokszor, mint egyesületnek be kellett avatkozni és kérni a kifit, hogy akár a T-mobilt, vagy bármelyiket, most nem a reklám helye, de aki azon a területen, településen szolgáltat, hogy szolgáltasson az intézményeknek nagyobb sávszélességet. Tehát enélkül a fejleszteni, azt hiszem, hogy még a 4D-re vagy az 5D-re aztán igazán nem lehet menni. Kiemeltem egy kicsit azt, hogy szükséges a digitális kultúra súlyának a növelése, bár soha nem volt más készségek, nem ment más készségek rovására, tehát nem volt annyi óraszám sose, hogy ne lehetett volna miatta teljesíteni az egyéb más kompetencia területeken a követelményeket. Például ugye itt, amikor mutattam a Lisszaboni Egyezményt, hogy anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi, matematikai, természettudományi tanulás tanulása, személyközi, állampolgári kompetenciák, vállalkozó és kulturális kompetenciák, tehát soha nem volt a digitális kompetenciára fordítható óraszámok mennyisége egyiknél se több, sőt, nagyon szerényen ugye középen állt, de óraszámokban 2012 után a borzasztóan lecsökkent. A legkevesebb óraszáma ebben az elmúlt időben volt, és ezt a mérésben résztvevők, felmérésben résztvevők 69%-a állította. A KSH-ból ide másoltam egy fontos adatot, hogy arra a válaszra, hogy gyorsítani kell az eszközök pótlását. A KSH adatok szerint 2010-ben még 7,9 főre jutott az iskolákban egy darab számítógép, most pedig a 2020-as adat szerint 4,9 gyerekre jut egy számítógép. Itt persze közrejátszanak azért olyan adatok, amelyek a szignifikanciához is hát hozzájárulnak, vagy kritikussá teszik, hogy ezek most összemérhetők vagy nem. Ugye csökkent a gyereklétszám, esetleg növekedett a, mint tudjuk, azért történtek infrastruktúrális hát növekedések, hogy új számítógépeket, nem tudjuk, hogy benne vannak ebbe a mobileszközök, a sok tablet, az egyéb kijelzők és a többiek, mert ugye most már egy nagy kijelzőn, akár ha a saját eszköze nincs is már, akár érintőképernyő sem is tud használni eszközöket, tehát ezt nem tudjuk, ezeket a részleteket, de minden esetre, ha számoknak hiszünk, akkor azt mondjuk, hogy javult a helyzet ebben a tekintetben is. Akkor mehetünk a következő diára, mert nehogy elfogjon az időm. Nem szeretném itt elemezni, mert mindenki megnézheti ezen a két linken, hogyha lefényképezi most a mobiltelefonjával, és otthon ezeket a linkeket feléleszti, hogyha visszatölti, vagy a mobiltelefonján is megnézheti, akkor ott nagyon-nagyon sok beszédes adat látható az iskolákkal kapcsolatban, mind a KSH honlapján, mint pedig a Csapó Benő adataiban. Itt most egy linket tettem én be, amit a tudományünnepén 2020-ban mondott el Csapó Benő, már abban is rengeteg adat volt, de azóta is hozott nyilvánosságra, úgyhogy én javaslom a résztvevőknek, hogy ezt nézzük meg, mert érdemes, és akár hirdessék ki az iskolájukban a hirdetőfalakon, vagy a különböző elektronikus megosztó felületeken, hogy a kollégák is tanulmányozzák, mert érdekesek, és nagyon jó, hogyha valamennyi pedagógus tisztában van azzal, hogy itt történnek olyan dolgok is, amelyek esetleg ő rajta kívül vannak, vagy bele tud szólni, vagy tud hozzá tenni, vagy legközelebb figyeli, hogy kitöltsön ilyen kérdőíveket. Az Informatika Tanárok Egyesületének most van feldolgozás alatt egy olyan mérési anyaga, amelyben szakemberek dolgoznak most rajta, amelyből készül egy zárótanulmány. Ez a tantermen kívüli digitális oktatás módszertani tapasztalatairól szól, tehát nem elsősorban arról, hogy hány gép volt, meg hány tanítónéni szaladt biciklivel a különböző településeken, hogy a postaládákba dobja be papíralapon a feladatot, és majd utána a szülők menjenek, és az ő postaládájába dobják, hanem arról szól, hogy milyen módszertani
helyzetek fordultak elő, illetve mi lenne jó, hogyha a fejlesztések mifelé mennének, fejlesztési irányok milyenek lennének, azért, hogy egyrészt ne csak akkor legyen szükség ilyen nagy mennyiségben a digitális kultúra mindennapi használatára, amikor vészhelyzet van, hanem akkor is, amikor ez a különböző tantárgyakban már természetes módon beépíthető. Mehetünk tovább. A NAT, az érettségi és az LCBL, tulajdonképpen közeledünk a végéhez a mondani valónak, de ezzel kezdődött a cím. Ugye, hogy az érettségéről tudjuk, hogy középszinten, emelt szinten tartalmazza az LCBL vizsgamoduloknak megfelelő informatikai digitális kultúra anyagot. Most éppen azon megy a vita, egy pici kitérőt engedjenek meg zárójelben, hogy kijöttek az érettségi vizsga követelmények, és abban már nem arról van szó, hogy informatikából, aki még azt tanulja, mert ugye új tanterv szerint csak azt tanul, aki 9-es volt tavaly, illetve a jelen tanévben 9-es, illetve az, aki 5-es volt, de az érettségiben pedig már csak a digitális kultúra követelményekről van szó. Most több tanár is hozzánk fordult kérdéssel, hogy keressük meg az államtitkárságot abban a tekintetben, hogy hogyan lesz majd értelmezhető az a feladat, amely az érettségikre kijön, hogy abban az a követelmény jelenik-e meg, amit a gyerek eddig informatikából tanult, csak, mondom én, vagy az, amelyet már digitális kultúra tantárgyban tanul, vagy esetleg hát korrepetálni kell magát azért, hogy utolérje ezeket a követelményeket. Mi józan észre azt gondoljuk, hogy ez nem így lesz, hanem úgy lesz, hogy ki mit tanult, abból fog érettségizni. És majd aztán esetleg lehetősége lesz egy pótló, vagy egy emelt szintű érettségit letenni, ahol már mondjuk a digitális kultúra követelményeiből is tud vizsgázni. Nem tartalmazza azonban az ECDL vizsgamodulok, legalábbis az előbb látott táblázatokból is eléggé hiányosak voltak, a programozást, a robotikát, az e-világot, és azt gondoljuk mi az ISZÉ-ben, hogy érdemes lenne az ekvivalencia okán is kidolgozni ezeket a modulokat. Tudom, hogy most vannak, akik egy kicsit tágra nyitják a szemüket, hogy miért említem a programozást, hisz ott volt a Python, mint akire fejlesztés történt már, de ugye az csak a most pillanatnyilag a szakképzőintézményekben kvázi kötelező programozási környezet, azonban a köznevelési intézményekben még másik 9 programozási környezet van, tehát én általánosabb követelményrendszerre gondolok, hogy hogyan lehet ezt formába önteni, ez természetesen a Neumann társasággal való szoros együttműködésben lehet majd meghatározni. A robotikát, azt már szóban sokszor beszéltük, mondom, február óta, ez már tudtommal benne is van a gondolkodásukban az ECDL követelmény kidolgozója, de ha megnézzük a NAT követelményeket, akkor ott említ egy elvilág, az egy ezektől egy picit független, ennél egy kicsit tágabb és általánosabb követelményrendszer. Sokan csodálkoztak rajta, akkor kritika tárgyát képezte, hogy mi ez, hogy elvilág, most miért kellett ezt így elnevezni. Végül kezdik megszokni azt az indoklást, amelyet a NAT is tartalmaz, én most erre nem akarok kitérni. Tehát mi erre gondolunk, hogy ebben tudnánk együttműködni a Neumann társasággal, és úgy tudom, mert ezt megbeszéltük már, hogy van is erre hajlandóság. Akkor folytatnánk a következő diával. A projektek jó gyakorlatok a digitális kultúrához. Ezt a nevet adtam volna ennek a diának. Különösen a közép-magyarországi régióban lévő tankerületek és iskolák kezdeményezték az informatika tanárok egyesületénél, hogy segítsünk abban, hogy egy teljes digitális kultúra útmutatót adjunk nekik, azért, mert hogy a KNR-ben nem történtek meg azok a például a robotok kamionszámra való kiszállítása, amely megtörtént az elmaradottabb régiókban, úgyhogy iskolánként
általában 10-11 néhány roboteszközt is kaptak, ráadásul nem csak hogy kis padló robotokat, hanem rendes Lego robotokat, illetve nagyon sok helyen humanoid robotokat is kaptak az iskolák. Persze a tanárok nincsenek erre még felkészítve, és ezért vissza is térnék oda, hogy miért mondja azt 71%-ban megkérdezett tömeg, hogy képezni kell a tanárokat például ezért is. Az ISZE ajánlata ezekben a közép-magyarországi régióban lévő tankerületeknek és iskoláknak a tárgyi és személyi feltételek megteremtésére irányult. Mi elkezdtünk dolgozni helyi tanterv minták megalkotásán úgy, hogy nem mi csináljuk meg és odaadjuk készen, hanem úgy, hogy kimegyünk, aki ehhez ért. Mi magam is mentor vagyok, és nekem is van egy ilyen iskolacsoportom, ahol ez a helyi tankervkészítés megtörtént, és magam is ott voltam mentorálni, segíteni a kollégákat, hogy hogyan lenne célszerű elkészíteni a harmadik, negyedik, ötödik, stb. Osztályos helyi tanterveket. Ugye a harmadik, negyedik osztályban már csak 2022-ben kezdődik, tehát ott még jócskán van időnk arra, hogy felkészüljünk módszertanilag is. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy kiadunk egy digitális útmutatót, amely tartalmazza ezeket a helyi tanterv mentorálási szempontokat, aztán tartalmazza a harmadikos, negyedikes évfolyamon tanítók felkészítését, és amikor a prezentációmat elküldtem beavatott elnökségi tag ismerőseimnek, akkor azt mondták, hogy feltétlenül tegyem hozzá, hogy az 5.-6. osztályban tanítóknak is szüksége van erre, ugyanis oda meg olyan tanulók jöttek most fel az 5.-6. osztályban a 2 év alatt, mióta bevezetésre került az újnak, akik alsó tagozatban nem tanultak semmilyen informatikának nevezhető ismeretet, még inkább nem tanultak digitális kultúrát. Tehát azoknak a pedagógusoknak meg azért van szükségük segítségre, mert hogy felzárkóztatni kell ezeket a gyerekeket, és igazán már az ötödikes digitális kultúra követelménnyel kellett volna nekik, vagy kellene kezdeniük, azonban a gyerekek tudásában nem tudtak mire építeni, tehát itt is szükség van, azt mondják a pedagógusok, és mi is így látjuk, egy útmutatónak egy ilyen fejezetére, hogy a 5.-6. évfolyamon tanító informatika tanárokat segítsük. Ugyanis vissza kell térnem oda, hogy a 3.-4. évfolyamon nem taníthatnak informatika tanárok digitális kultúrát, mert rájuk nem terjed ki az a készségtárgyakra érvényes rendelet, amely lehetővé teszi, hogy testnevelést, egyéb más tantárgyat taníthasson, éneket taníthasson az a szakos tanár, aki a felsőben tanít. Az informatikára, digitális kultúrára is nincs kiterjesztve, ezért nem tudnak lemenni a 3.-4. évfolyamra, vagyis a tanítókat kell arra felkészítenünk, még akkor is, hogyha nincs nekik olyan speciál kollégiumuk, amelyben tanultak volna hát tanítás, módszertani szempontból is digitális kultúrát, bár elindult a különböző intézményekben, tudom, hogy a tanítóképző főiskolán, az ELTE tanítóképzőkarán is elindult, de szükség van mégis arra, hogy amíg ki nem jönnek újonnan felkészült tanítók, addig azok, akik a pályán vannak, el tudják kezdeni ezt az órát. Nagyon félve teszem azt a megjegyzést, és nagyon kérek mindenkit, hogy ne értse félre, és ne vegye gyanúsítgatásnak, hogy attól tartunk, hogy ha nem segítünk a 3.-4. évfolyamon tanító kollégáknak abban, hogy hogyan kellene megoldaniuk azt a digitális kultúra tananyag tanítást, amely a tantervben szerepel, például 8 óra, a 3. évfolyamon 8 óra robotika. Az a tanító, aki sose látott robotot, és pláne nem tudja, az nyilván ezt nem fogja tanítani, csak akkor, hogyha őt is megtanítjuk rá. Egyébként pedig felhasználhatja, és ezt itt kérek elnézést, hogy nem gyanúsítgatásból mondom, hanem abból a tapasztalatból, hogy ezt szóvá tették, és azt mondták is nekem iskolákban tanítók, hogy majd akkor ezen az órán korepetálják a lemaradókat az olvasásból, vagy az írásból, vagy a matematikából, vagy amiből éppen szükséges. Az is nagyon fontos dolog, de nem a digitális kultúra rovására. És itt azt gondolom, hogy nagyon ébernek kell lennünk, és inkább proaktívan kell segítenünk
a tanítókat abban, hogy eljussanak egy olyan szintű tudásra, amelyben kimernek állni a saját kis tanítványaik elé a digitális kultúra ügyben is. Ezért 3 darab 30 órás pedagógus továbbképző tanfolyamot fejlesztünk, vagy fejlesztettünk, mert már van, ami készen van. Az első 30 óra az a digitális kompetenciák általános megismerésére vonatkozna, amelyről itt az előző előadóktól is hallottunk már muníciókat, tehát hogy mindenki be tudja helyezni ezt a kompetencia területet az összes többi tudása közé, és nyilván tanuljon is alapismereteket. Majd lenne robotika kezdő és robotika haladó, ez azokban az évfolyamokban lenne kezdő, illetve haladó, amely évfolyamokban kezd, illetve halad a robotika, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazzak. És a harmadik lába, a harmadik pillére ennek a digitális útmutatónak a robotok beszerzésének a segítése, ugyanis, mint mondom, a konvergencia régiókban már előre haladott állapotban van a robotoknak a kiszállítása, hogyha én most robotot szeretnék vásárolni, akkor azok a robot eladók, forgalmazók nem is tudnának adni nekem, mert minden robot forgalmazó ezekre a beszállításokra koncentrál, de mégis azt kell segítenünk, hogy a közép-magyarországi régióban is elinduljon ez a folyamat. Itt tudunk olyanról, hogy ezt a közép-magyarországi régiók tankerületei is anyagilag betervezték. Tudunk konkrétan olyan tankerületet, aki betervezte a költségvetésébe, hogy a kisebbeknek padlórobotot, nagyobbaknak legórobotot, és hát a még nagyobbaknak pedig humanoid robotot vásárol majd, hogy azonos szinten legyenek eszközökkel ellátva, mint amely szinten állnak a konvergencia régióban. Azt is módszertanilag ki fogjuk dolgozni, amelyre már gyakorlatunk van egyébként, hogy az autógyárakban az ipari robotokat látogassuk meg, szinte valamennyi gyerekkel, aki az iskolában robotikát tanul. Ezt már mi gyakoroljuk a tehetséggondozás területén, amikor a különböző NTP, Nemzeti Tehetségprogram pályázatain nyerünk, akkor általában évente 3-4-5 vidéki településen tartunk robotika szakköröket, 30-60 órás, ezek fél évet vagy egész évet vesznek igénybe. Ezekről publikálunk egyébként a www.ise.hu-n, úgyhogy ha valakit ez érdekel, főleg ha olyan általános iskolai kolléga van jelen, akit ez pontosabban érdekelne, akkor nézzem utána. Ilyenkor elvisszük őket a Mercedes gyárba, elvisszük a Suzuki gyárba, Esztergomba, és a többi, tehát ahol gyárak vannak, ezek már nekünk bejáratott partnereink, és ott a HR-rel ezt egy évre előre lebiztosítjuk, hogy oda mikor érkezünk, busszal szállítjuk a gyerekeket, és ott megnézhetik az ipari robotok működését, vagyis végigkísérhetik, hogy a harmadik osztályban mit tanultak, és mivé fejlődhetnek, hogyha például autógyári szakmunkások lennének, vagy autógyári tervező mérnökök, vagy stb. Lennének. Úgyhogy ez... Igen, ez egy fontos téma, ezért is fogjuk majd a konferenciát is ezzel zárni, viszont az lenne a kérdésem, hogy akkor majd ebben tudunk-e együttműködni, bár ezt említetted, hogy valóban lesz egy ilyen, tehát a sok tapasztalat ott azt majd elképzelhető, hogy a robotika szakosztályunkkal közösen egy ECDL modulba tudjuk majd sűríteni. Így van. Kicsit köszönöm, hogy kiegészítetted erről. Megy az idő, azért is kérlek, ja, hogy... Igen, erről beszéltünk veled, és természetesen úgy gondoljuk, hogy mivel azt kérték az iskolák, ezek a közép-magyarországi régióban lévő iskolák, úgy kérték, hogy a végén legyen valamilyen kimenet szabályozás, és ez lehetne az a bizonyos robot ECDL modul, nevezzük most így, amelyben majd természetesen közösen fogunk dolgozni. Jó, hát az előadásomnak ezt a részét én le is zárnám. 2 diát még csináltam, hogyha csak egy pillanatra felvillantanánk,
az a hét dia pedig teljesen új, hogy mit csinálunk még ezen kívül, mert ugye ez, amit eddig mondtam, ez csak a digitális kultúratantárhoz kötődő tevékenység volt, de ezen kívül mi felnőttképzésben is dolgozunk, és amint ezen a képen látható, az ITM a pandémia idején meghirdette a kicsatlakozik ingyen oktatással a kis- és középvállalkozások képzéséhez, és mi csatlakoztunk az elektronikus ügyintézési alapokkal, és ezt akkor 1483-an ma már 2000-en látták, és szerencsére a INOP pályázatokon, amelyek közül az egyiken éppen indulhattak ezek a KKV-k, azon 126 partner lett, aki felkért minket arra, hogy legyünk velük kapcsolatban, és nálunk képeztetik elektronikus ügyintézési alapokra. Erdősi Péter Mátéval dolgozunk, és ő már kiképezett nekünk, menjünk a következő diára, mert akkor gyorsan be tudom fejezni. Erdősi Péter Máté, aki ugye érintett a Neumann Társaságnál is, ő írt, mint szerző egy könyvet, most jelentettük meg, az elektronikus ügyintézés alapjai címmel, ez elektronikusan is hozzáférhető, print példányban is van, és DVD-n is terjesztjük. Ezt használjuk föl, mint tananyagot abban a 126 személyes képzésben, amelynek az első tanfolyama éppen most már folyik. Tehát a nyertes pályázók már jöttek, és 11-en elkezdték az első tanfolyamot, a második az 20-án indul, és hát körülbelül 10 darab tanfolyam lesz, amely nagyjából fél éven belül fog befejeződni, és ez még mindig csak a tevékenységeink másik része, és még van a tehetséggondozás, amelyről most nem beszélnék, mert az is átszövi mindent, és őt is átszövi az egész digitális kultúra. Köszönöm szépen a figyelmet!